Herman Otto életében többször előfordult, hogy a legváratlanabb pillanatokban fogta a kalapját, és odébb állt. Úgy tűnik, hűségesebb volt Lukas Carbonari kalapjához, mint meg annyi kispolgári eszméhez. Nem tűrte a kötöttségeket, mindig egyenesen megmondta, amit gondolt. Ha kellett, életét is kockáztatva harcolt az eszméjéért. Egy lyukas karbonári kalap. Amikor Herman Otto hazatért az 5 éves kényszerkatonaságból, a családja végtelen boldogságában mindent elkövetett, hogy az örökké kalandvágyú fiút végre otthon tartsa. Írnoki állással kecsegtették, édesanyja pedig kerített neki egy jó partit. Hermannak azonban ismét mehetnékje támadt. Kapóra jött neki az olasz gerillaharcok fellángolása. Maradék Zsoldját hátrahagyva a családjának elmenekült a hivatalnoki lét és a házasság elől. Meg sem állt a garibaldistákig, csatlakozott a felkelőkhöz. Az osztrák megszálló csapatok ellen harcolt. Bár egész Európa forrongott, a magyar függetlenség Herman szívügye reménytelennek tűnt. Ő mégis azt gondolta, hogy valamiféle összefogás a magyarokat is megsegítheti. Bátran harcolt, csak a szerencse mentette meg a halálos fejlövéstől. Carbonari kalapját 2 lövés is átütötte. Lelkesedését mégsem ez lohasztotta, hanem az, hogy úgy érezte, az olaszok már nem foglalkoznak a magyar szabadságharccal, és hogy olyan egyenruhára lő, amilyet 1 évvel korábban még ő is viselt. Így azután egy súlyos sérülésből fölépülve csatlakozott a lengyel felkeléshez, mert úgy gondolta, talán ők viszik el Magyarországra a szabadság lángját. A cári sereg azonban szétverte a felkelőket. Kis ilyen Herman Otto is rajta vesztett. Alig sikerült néhány társával elkerülni az újabb fogságot. Kőszegre ment, ahol fényirdai műtelepet alapított, ma ezt úgy mondanánk, hogy fényképészként dolgozott. Vállalkozása azonban épp úgy elbukott, mint korábbi szabadságharcos törekvései.